Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. április 12-én szerdán. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Városi óvodai beiratás. A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója. A mezőtúri városi óvodák nyitott kapukkal várják az új jövevényeket a 2023-24-es nevelési évre vonatkozóan. Patkós Éva, Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda intézmény vezetője elmondta, az összes tagintézményükbe szeretettel várnak minden óvodaköteles gyermeket, akik a beiratást április 24-től 26-áig tehetik meg a Csodavár Központi Óvodában. A 2023-as 24-es nevelési évre történő beiratás pedig április 24-től 26-áig fog történni a Csodavár Központi Óvodában. Kikre vonatkozik ez a beiratás, illetve ha jól tudom, akkor április 17-én még lesz egy szülői értekezet ezzel kapcsolatosan. Igen, így van, mi nagyon készülünk arra, hogy minél több gyermeket tudjunk majd fogadni, és minél több szülőt tudjunk megszólítani, hiszen nekünk is az a legfontosabb, hogy a szülők tájékozottak legyenek azzal kapcsolatosan, hogy az óvodában majd az elkövetkezendőben mi várja őket. Nekünk az a legfontosabb, hogy úgy érkezzenek meg hozzánk a gyermekek, hogy a szülők is tisztában legyenek azzal, hogy mi az, ami az óvodában, mint egy nagy közösségben elvárható. Itt nekünk az első és legfontosabb az, hogy a törvény által, a törvény szavait követve kell cselekednünk, ami azt jelenti, hogy az augusztus 31-ig betöltötte a harmadik életévét, azoknak a gyermekeknek az óvodát el kell kezdeniük, hiszen 3 éves kortól kötelező az óvoda. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen azokat, akik 2020-ban születtek gyermekek, ott a szülőknek nagyon figyelni kell arra, hogy ezt a dátumot nagyon figyeljék, hiszen ebben az időszakban született gyermekek azok, akik elsősorban várjuk őket. Tehát természetesen ez a fajta jelentkezés nem csak a augusztus 31-ig megszólított gyermekeket érinti, hanem a továbbiakban is várjuk mindazokat a gyermekeket, akik épp közben is betöltik a harmadik életévüket. Ez lehet aztán utána majd szeptemberben, októberben, novemberben, és őket is természetesen várjuk majd, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy a 3 éves korosztály be tudjon jönni az óvodába. És tulajdonképpen egész éppen van az óvodában felvétel, viszont azért egy óvodai csoportnak a kialakításában talán az a legjobb, hogyha minél hamarabb összeszokik a kis társaság, és utána egy kis alkotó, együtt gondolkodó, együtt tevékenykedő kis csoporttá közösségé válik, és utána úgy viszi tovább a nevelési évet. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben eljönnek azok a gyermekek, akik a harmadik életévüket betöltötték, és aztán utána pedig folyamatosan zárkóznak hozzá felfelé a többiek is. Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz? Tulajdonképpen most az óvodai beiratkozással kapcsolatosan mi már egy jó pár hirdetést fel is adtunk, illetve megpróbáltuk azokat, akik ismerős szüleink, és tudjuk, hogy a gyermeke majd a harmadik életévét betölti, hiszen a kis testvérek mindig úgy szoktak jönni az óvodába, hogy a nagyobbak megérkeznek hozzánk, és akkor látjuk azt, hogy ő is már most nem sokára óvoda köteles lesz, és tájékoztatást adunk írásban is a szülők részére, ami azt jelenti, hogy minden egyes folyamatban lévő dolgokat megpróbálunk a részükre elmondani. Először is az első és a legfontosabb az, hogy akkor, amikor majd az óvodai beiratás lesz, szükséges lesz az, hogy elhozzák a szülők a személyigazolványukat. Amennyiben a gyermeknek is van személyigazolványa, azt is várjuk, hiszen ez is egy fontos okmány. A lakcímkártyát is várunk. A lakcímkártyában az a legfontosabb, hogy mezőtúri illetőségű legyen az, akit beírunk. Nem feltétlenül biztos, hogy az állandó lakcímének mezőtúrinak kell lenni, de a tartózkodási helyének mindenféleképpen. Azután pedig, amikor ez megtörténik, a gyermekeknek kell még a tajkártyája, hiszen ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ez ott legyen nálunk.
Ha valamelyik gyermekünk már most korai fejlesztésben részesült, vagy pedig valamilyen orvosi papírral rendelkezik, amelyben például ételallergiára, vagy bármi olyan másra, ami az egészségét befolyásolja, nagyban befolyásolja, van egyfajta értesítés, akkor ezeket a papírokat is várjuk, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy úgy készülhessünk fel egy-egy gyermekből, hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzünk. Ezek amennyiben megvannak, sokkal hatékonyabban, hatásosabban tudjuk az elkövetkezendőben őket segíteni, vagy magát a családokat is segíteni. És hogy a családok segítésénél, akkor itt hadd ragadjon meg az alkalmat, hogy várjuk sok szeretettel mindazokat, akiknek a gyermeke az elkövetkezendőben óvoda köteles lesz. Szeretnénk meghívni mindazokat a szülőket, akiknek a gyermeke már most a beiratkozás időpontjában van, hogy hozzánk most április 17-én délután 5 órakor az Rényi úti, másképpen Csodaváróvodába, nagyon sok szeretettel várjuk őket egy kis ismertetőre. Az ismertető nem másból szól, mint azról, hogy hogyan kell felkészíteni egy gyermeket arra, hogy a lehető zökkenőmentesen történjen meg az átállás arra, hogy most a bölcsődéből, vagy akár otthonról is hogyan érkezzen. És erről szeretnénk majd egy pár hasznos információt adni, illetve szeretnénk azt is elmondani, hogy melyek azok az óvodák, amelyek várják a kiscsoportos gyermekeinket, hiszen minden egyes tagintézményünkben remekül felszerelt, korszerű, eszközökkel rendelkező csoportok várják a gyermekeket, ugyanúgy, mint ahogy itt a Csodaváróvodában is. És számukra az a legfontosabb, hogy minden körülmény megadódjon arra, hogy a gyermekeket zökkenőmentesen tudjuk majd az elkövetkezendőben fogadni, és meg tudjuk nekik mutatni ezt a csodálatos világot, ahol már a társaik boldogan tevékenykednek. A képviselő testület legutóbbi ülésén a mezőtúri rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységeiről és a közbiztonságról végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolóját hallgathatták meg a képviselők, valamint városunk vezetése. Szűcs Dániel polgármester elmondta, hogy a 2010-es adatokhoz képest jelentősen lecsökkent a közbelépések száma a bűnesetek csökkenésének köszönhetően. Első napirendi pontunként tárgyaltuk a mezőtúri rendőrkapitányságnak a 2022. évi tevékenységéről és a közbiztonságról szóló végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolót, amelynél tisztelettel köszöntöttem és vendégünk volt kapitány úr, valamint a vármegyei főkapitány úrnak a helyettese is. A beszámolóból egyértelműen kiderült a képviselőtesteti tagoknak, hogy egy rendkívül jó színvonalon átlátható beszámoló került a képviselőtestület elé beterjesztésre, amelyről annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy jól látható, hogy az elmúlt 12 évben, tehát 2010-es évhez viszonyít a mezőtúri rendőrkapitányság, illetve ez egy országos tendencia. A BRFK által ez a statisztika van jóváhagyva, hogy a 2010-es évi adathoz képest mérik az elmúlt éveknek az eredményét. Akkor az volt látható még a 2010-es évek elején, hogy a közbiztonság jóval szomorúbb képet mutatott itt nálunk mezőtúron is. Ehhez képest az elmúlt években, hál' Istennek, pozitív irányba mozdult el egyértelműen a mezőtúri közbiztonság. Ezt támasztotta alá egyébként a mostani beszámoló is. Gyakorlatilag a bűncselekmények tekintetében valamelyest némi nemű emelkedés mutatkozik az esetszámokat tekintve, azonban fontos megjegyezni, hogy előtérbe került az utóbbi időszakban, itt nyilván a koronavírus alatti időszakot értjük, az a fajta internetes csalási széria, ami úgymond itt a környéken, így mezőtúron is sajnos felütötte a fejét. Itt különböző e-mail címeken keresztül, illetve nyilván az interneten, különböző platformokon keresztül igyekeznek sajnos a rossz indulat emberek becsapni a magyar embereket, meg nyilván ezen belül a mezőtúriakat, hiszen kisebb
házunk tájáról beszélgettünk a képviselőtestület ülésen. Tehát gyakorlatilag ez világviszonylatban is egy igen komoly probléma, az internetes csalásoknak a elterjedése és az elmúlt években ennek a fokozódása. Hát ez Mezőtúron is megmutatkozott a 2022-es esztendőben. Így az esetszámok, amelyek növekedést mutatnak, az egyébként főként ennek köszönhető. 2022-es évben is rendőreink nagyon sok munkaórát töltöttek kint a közterületen, ami mindenképpen örvendetes. Ugye a 2010-es évek elején még arról beszélgettünk, és azt kértük folyamatosan a képviselőtestületi üléseken, a képviselő kollégákkal, hogy szeretnénk, hogyha mezőtúri rendőrök több időt töltenének kint a közterületen, ezzel javítva a mezőtúri embereknek a szubjektív biztonságérzetét. Én azt gondolom, hogy a mezőtúri lakosság nevében is elmondhatom, egyébként ezt tettük a testületi ülésem, hogy az utóbbi években látványosan javult ebben a területben a helyzet egyébként a városunkban. Én azt gondolom, hogy legalábbis hozzám ezek a visszajelzések jutottak el, hogy a mezőtúriaknak a szubjektív biztonságérzete az most rendben van. Az elmúlt években ez jelentős pozitív irányba való elmozdulás történt. De hogy ne csak a pozitív dolgokról beszélgessünk, ugye nyilván a testületülésen a negatív dolgokról is természetesen szó volt. Az egyik az a gépjárművek megnövekedett mennyisége a településen, és az ezzel kapcsolatos problémák, azon belül is a gyorshajtásoknak a száma. Jelentős energiát fordítanak arra a mezőtúri rendőrök, hogy a gyorshajtókat fülön tudják csípni, nyilván az a megfelelő eszközök rendelkezésre állnak. 2022-es évben is igen komoly mennyiségben volt Trafipax kihelyezés a mezőtúri közigazgatási területen, és bizonyos területeken azonban továbbra is lakossági jelzések alapján igyekeztünk legalábbis ezt az információt átadni a kapitány úrnak, hogy vannak továbbra is sajnos városrészek, ahol jelentősen, úgy fogalmazok, szeretik tesztelni az emberek az autójukat. Én arra kértem kapitány urat, hogy próbáljuk a lakossági jelzéseket figyelembe venni akkor, amikor döntenek arról, hogy a trafipaxokat hova helyezzék ki, valamint arról is, hogy ezeket a gyorshajtókat igyekezzenek nyilvánvalóan kordában tartani. Emellett pedig, amiről még kifejezetten szó volt és nagy hangsúlyt kapott a képviselőtestület ülésen, az a úgynevezett droghelyzet a városban. A statisztikában nem kimutatható jelenleg, hogy milyen eset számok vannak, mivel nem lezárt nyomozásokról beszélünk, de kapitány úr erre a kérdésre is választ adott. Jelenleg is több esetben van egyébként elrendelve nyomozás, illetve vizsgálat. Ennek eredményéről majd később fog beszámolni. Sajnos, ahogyan a világviszonylatban is probléma, illetve Magyarországon is probléma a drog terjesztés, illetve a drog felhasználás, azt gondolom, hogy nem lenne egyenes állítani, hogy a mi városunkban nincs ilyen probléma. Nyilvánvalóan, ahogyan sok településen Magyarországon, Mezőtúron is jelen van ez a probléma. Sajnos nyilván a fiatalokat igyekeznek rossz fele vinni bizonyos személyek, azonban a mezőtúri rendőrkapitányság erre is igyekszik minél nagyobb és kiemelt figyelmet tenni. Teszi ezt most a jelenben is, tenni fogja a jövőben is. Összességében, tehát a mezőtúri rendőrkapitányság munkája és az abban lévő számadatok egyértelműen azt mutatják, hogy a mezőtúri rendőrkapitányság állománya jól végzi a munkáját. Egyébként van olyan kiemelt terület a bűncselekmények és különböző statisztikákon belül, ahol országos viszonylatban is dobogós helyen végzett pozitív értelemben a mezőtúri rendőrkapitányság. Ez azt gondolom, hogy méltán mutatja az ott dolgozóknak a minőségi munkáját, úgyhogy én ahogy a képviselőtestületi ülésem, úgy itt most a sajtó nyilvánosság előtt is szeretném megköszönni a mezőtúri rendőrkapitányság minden dolgozójának a 2022. évi munkáját, és különösen szeretném kiemelni azt, hogy a mezőtúri rendőrök igyekeznek nem csak szolgálatban segíteni a mezőtúriak életét. Sajnos egy tavalyi eseménynél, ahol tanúként én is ott voltam az egyik balesetnél, tapasztalhattam azt, hogy a mezőtúri rendőrök nem csak szolgálatban, hanem szolgálaton kívül is igyekeznek a mezőtúriak segítségére sietni. Ott például egy hölgy köszönhette annak az életét,
hogy a mezőtúri szolgálaton kívüli rendőrök ott jártak a környéken és segítséget nyújtottak, amelyel az életét meg is tudták menteni később a mentősök közreműködésével. Tehát még egyszer szeretném megköszönni a mezőtúri rendőrkapitányságnak a munkáját, és egyébként egyhangú szavazatokkal elfogadta a kapitányság beszámolóját a mezőtúri képviselőtestület. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túli Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!